Hát, sokat találgatni nem lehet, ez a Plitvicei Nemzeti Park. A tó egy részét már látjuk, megpillantottuk. 12 óra 40 perckor. Miután elfoglaltuk a szállásunkat, most már a parkolót is valahogyan kihámoztuk, hogy hogy működik, mert utólag előre megmondom, meg a jegy zsebben van. Úgyhogy megyünk a kikötő felé. Nem érdekel, hadd überögjön a szél. Igaz? Hé, ne szaladj el! A nagy vízesés távolról megnézzük, de már én nem tudok oda lemenni, mert vissza is kell jönni. Itt vannak lenne a pallók, majd még valahonnan benézünk résen. Még egy kis szösszenet a egyik vízesés részről, amik előtt a pallók mennek el. A legszebb rész. Egyike földőről. Itt balra bemegy egy kürtőbe, ahol leágazás van, és ott föl lehet jönni lépcsőn a valamilyen magasságot, igaz? Körülbelül 11 évvel ezelőtt Izolába, ezen a mólón ünnepeltem az egyik kerek születésnapi évfordulómat. Akik ismernek, tudják, akik nem, meg kiszámolják. És ott van a másik mólón a kilátó, ahonnan szintén egy keveset videóztam. Fölötte pedig az összes part,
amin át lehet menni a hegyen. Várunk az olaj, bogyó és bor fesztiválra kezdetére. Hát még 6 óra, akkor még annyira korán jöttünk, hogy még egy azaz egy darab parkolót találtunk, de az nekünk bőven elegendő volt ma. Tudósításunkat innen folytatjuk. Így meg lehet tekinteni, hogy a profi stáb hogyan dolgozik. Oda mennek, behajol teljesen, korrekt módon. El kell tanulni tőlük, hogy jól csinálom-e én, mert ott vannak a profik. Így van? Így van, és akkor arra kellene az utca, ahol most már remélem le tudunk ülni, mert már kezdek egyre éhesebb lenni. Hát most meg abba hagyjam. Hey. Music stop. Okay.